Sziasztok, jó reggelt! Reggelt, hát már van vagy 11 óra, Manó szerencsére elég sokáig aludt. Jaj, közben üvölt a doktor ház. Szóval, hogy Manó szerencsére elég sokáig aludt, mi is tudtunk egy kicsit pihizni, és megreggeliztünk. Én megyek hajat mosni, mert hova megyünk ma, Manó? Partira. Partira? Milyen partira? Minecraft partira. Igen, ma van a Kristófnak a születésnapja. Végre ezt is letudjuk. Oda megyünk 4-re. Azt hiszem, ez a haj. Nézd, Pati, nekem is van baba haj. Nehogy azt hidd. Mindenhol. Látod? Mert ez a fej, ez nem emberi. Nem is az enyém. Ez valaki másé. Meg ezek a hajak. Lehet, hogy így kéne mennem ilyen bolond fejjel. Szóval, hogy igen, nekem is vannak ilyen bolond baba hajaim, mert nem tudom, ezeket le kéne borotválni. Vagy leégetni. Nem tudom. Hát ma ilyen nagyon chillesek leszünk. Megyünk a szülinapi bulira. Megmostuk a sírót, és srácok, ez a hajmosás, ez egyre viccesebb ilyen ekkora pocakkal. Leszakad a derekam. Ez még csak egy dolog, ezt még úgy meg tudom emészteni, mert ez 10 perc alatt megvan ez a folyamat. De az, hogy a Milán közben szétrúg, tehát hogy én nem tudom, hogy a zuhany hangjára reagál, vagy arra, hogy, hogy görnyedek, de tehát ő relatíve nem, nincs összenyomva meg semmi, tehát ugye pocakomban semmi nem történik igazándiból, nem tudom, vagy a testtartás, nem tudom, valami nem tetszik neki, és szana szétrúg, kínszenvedés ez a hajmosás, borzalmas, és ugye hát nagyon hosszú és sok, és mire megszerítem, abba is beleőszülök, úgyhogy fantasztikus, fantasztikus. Szerencsére túléltem a nyarat ezzel a hosszú hajjal, amikor a Norbival terhes voltam, akkor levágattam. És akkor ilyen kis válligérő hajam volt, és akkor nagyon imádtam. Aztán utána kimentek belőlem a hormonok, és ez elmúlt is. És akkor volt póthajam egy ideig. Nem varva volt, meg nem is
hőillesztve, hanem azzal a másik technikával volt megcsinálva, ezzel a ilyen kis fémgyűrűkkel volt felrakva, de nagyon szép volt, meg tök természetes hatása volt. Csak hát ugye az, ahogy lenő, aztán le kell szedni, újra kell gyűrűztetni, mit tudom én, hát nagyjából egy évig bírtam ezt a játékot, aztán utána mondtam, hogy köszi, de nekem ebből így elég volt. Tanultunk belőle, mint annó a dajerből, mert hogy volt már a hajam is, volt már dajeroltatva is a hajam, miután meghalt a nagypapám, én szerintem utána volt a dajerolási mánia. Júj, két tragédia egy napon! Akkor be volt dajeroltatva? Nem. Nem, az sem volt ez igazi. Akkor, amikor megcsinálták, akkor nagyon szép volt, borzalmasan tetszett. Kb. Egy hétig, és utána elmúlt az is. Borzalmas volt, kezelhetetlen, alig vártam, hogy lenőjön. Mik voltak még? Ja, voltam szőke is. Azt egy darabig nagyon-nagyon szerettem, csak nekem ugye nagyon gyorsan nő a hajam, és alapjáraton is sötét színű a hajam, gyorsan látszott a lenövés, úgyhogy ezt folyamatosan festegetni kellett, meg minden. Aztán az is elmúlt, mert rájöttem, hogy a sötét szemöldökömhöz annyira nem pálya a szőke. Mi volt még? Voltam ilyen kékes-fekete, de szerintem ez nagyon sok lánynál megvolt ez a dili, aki így egyidős velem, ez a kékes-fekete mánia, az nagyon-nagyon szép volt, azt nagyon szerettem. Csak aztán azt is úgy meguntam, de talán kékes-fekete voltam legtovább. Amikor összejöttünk a Robival, akkor már fekete voltam, akkor már ez a szín volt, és jó sokáig voltam fekete. Mikor voltam szőke? A Norbi még nem volt meg, akkor 5 éve. Fekete voltam, aztán szőke, aztán sötét-barna, aztán megint fekete, mert amikor a Norbival terhes voltam, akkor már fekete voltam, akkor utána sötét-barna, és abból világosodtam ki. Igen, valahogy így volt. Ja, és volt az iskolában egy rövid vörös korszakom is, akkor ilyen pici volt a hajam, kb. Idáig ért a fülemig, ilyen kis tépet volt. Sajnos arról nincs fotóm, mert akkor még nem volt ez az nagyon digitalizált világ, és Nokia 3210-essel nehéz lett volna fényképezni. Voltam vörös is, igen. Én szerintem ezt így végigjártam, mindenféle színű volt a hajam. Egyetlen egy van még a listán, amit ki szeretnék próbálni, hogy így hogy állna. Nem, kettő, bocsánat, akkor kettő, és majd egyszer talán. Az egyik az a melír, hát az nagyon, ez a Jennifer Aniston-os melír. Ugye az is ilyen szőkés, barnás, cuccos, az nagyon tetszik, majd talán egyszer. Illetve a másik, ezek a kék, lila, ezek a hajszínek is nagyon-nagyon tetszenek, de hát ez még csak itt van, hogy úgy kipróbálnám. Csak az a baj, hogy abból is nehéz visszajönni, illetve ahhoz is szívni kell a hajat, és most jött rendbe a legutolsó ilyen bulim után, mert ugye hiába volt már barna a hajam, az aljában még volt fekete festék, és azt le kellett szivatni, és le lett szívva egyszer-kétszer, szétégett a vége, akkor le kellett vágni a fenekigérő hajamat, kb. Hát így a hátam közepéig vissza kellett vágni. Az annyira nem tetszett, most már teljesen kiment a végéből a leszívás, meg az, hogy szét volt égetve, úgyhogy most már szép, szép, egészséges, és ezt szeretném tartani még egy darabig, aztán majd utána lehet, hogy megjön valami kattanás. Én igazándiból attól féltem, hogy majd most fog jönni, hogy a Milánnal terhes vagyok, hogy a hormonok, meg a mit tudom én micsoda. Nem, igazándiból semmi. Nyáron le akartam vágatni, mert borzalmasan meleg volt, meg az agyamra ment, de Robi nem engedte. De akkor nagyon haragudtam, hogy nem engedi meg. Hát illetve nem azt, hogy nem engedte, mert ez az én hajam. Csak mondta, hogy jó, levágathatom, de utána meg majd sírni fog a szám, és egyébként igaza is van, biztos, hogy sírtam volna. De csak azután, miután itt, kiheverem a terhességet, mert ugye a Norval is ez volt, hogy akkor nagyon tetszett, akkor borzalmasan jó volt. Tehát megszületett a Norbi, és rájöttem, hogy ez nekem annyira nem tetszik. És akkor jött a póthaj, úgyhogy mondta a Robi, hogy levágathatom, csak utána majd megint akkor póthaj. Nem, jó, akkor nem vágatom meg. Úgyhogy igen, a színe is így megmaradt ilyennek, ezzel se jött semmiféle kattanás, egyelőre, remélem már nem is fog. Múltkor, amikor bementem a Rolihoz, akkor mondtam neki, mondom, figyelj már, Roland, mondom, szerinted milyen lenne, mondom, hogyha vágnánk egy kis frufrut. Roland rám néz, figyelj ide,
Amíg te terhes vagy, én nem nyúlok a hajadhoz. Befestem, de nem vágunk belőle. Azt mondja, maximum a végéből. Azt mondja, majd megbeszéljük, hogyha megszültél. Mondom, oké, akkor te is sejthetsz valamit, hogy ezt ilyenkor nem szabad. Lelettem beszélve a frufruról. Hál' Istennek, és mindig ezt mondom, mert mindig kitalálok magamnak valami hülyeséget, hogy akkor most oldalfrufru, vagy teljesen ilyen egyenes frufru, vagy csak egy picit ilyen kis tépet, és utána eltelik 2 hét, és az agyamra megy, és felgyújtanám a hajamat legszívesebben, úgyhogy eddig mindig megbántam, amikor frufrut vágattam, úgyhogy jó kezekben vagyok, mert Rolandunk nem engedte. Most, hogy ezt így elmeséltem, ez volt a hair story. Megyek, készülődök még, meg megpróbálom ráhangolni magam erre a murira. Most beszéltem a barátnőmmel, mondtam neki, hogy mondom. Azt mondja, megyek készülni, mondom, megyek én is, mondom, megyünk a szülinapi bulira játszóházba, azt mondja, ajaj. Mondom, igen, de mondom, ez az utolsó az évben, mondom, ezt még kibírjuk. Ja, megyek, készülök. Hé, hogy van? Viszem a terhem. Viszem az üdítőm. Elindultunk a Kristóf születésnapjára. Budakalászra megyünk, igazániból csak át kell menni a hidon, szerencsére, úgyhogy oda tartunk most. Macika rém izgatott. Ez egy olyan dolog egyébként, hogy vannak szülők, akik szeretik, és vannak szülők, akik nem. Mi vagyunk a nem kategória, de hát ez még változhat. Hát ha egyszer megváltozunk mi is, és kedvelni fogjuk ezeket a helyeket, majd egyszer. Mindenki mutatni a kezén ezt a számot, az ötöt?
Hazaértünk. Épp a jutalmunkat fogyasztjuk Norbival. Ő csibefalatot kapott, én meg sült krumplit, mert nagyon jók voltunk a játszóházban. Igaz, Manó? Igen. Igen, nagyon, nagyon jól viselkedtünk, úgyhogy esszük a méltó jutalmunkat. Elfogyasztottam a jutalom krumplimat. Már is sokkal jobban érzem magam. Teljesen kibírultam. Gyorsan lezuhanyoztam, hogy most már tényleg nagyon remekül érzem magam a bőrömben. Kezd kimenni a zsongás a fejemből, úgyhogy nagyon szuper. Túléltük a játszóházas bulit. Norbi nagyon jól érezte magát, és mint mindig, minden egyes alkalommal elmondom, csak ez a lényeg, hogy ő jól érezze magát. Nem érezzük mi még ezt, még mindig nem. És szerintem lehet, hogy soha nem is fogjuk. A saját részemről meg tudom magyarázni, hogy én nem vagyok, én ilyen barátkozós vagyok, de én inkább a fiúkkal jövök ki jobban. Szóval, hogy így nekem ezért van nagyon kevés barátnőm, mert én nem vagyok ez a csacsogós kategória. És erről mindig a Sandra Bullock jut eszembe. Tudom is én, férköz a bizalmába, tudod, csacsog vele. Csacsogja? Igen, női dolgokról. Csacsogja. Állandóan ez jut eszembe, amikor azt mondják, hogy csacsogjak, meg beszélgessek, meg miért nem beszélgetek az anyukákkal. Nagyon szívesen beszélgetek velük, meg minden, de én alapjáraton nem vagyok ilyen beszédes. Szóval, hogy így leülök, és akkor ezért, meg egyébként én a játszóházban mindig szaladok a Norbi után, és jó, mondjuk ez mondjuk most pont olyan volt, hogy nagyon pici ez a játszóház, és így szabadjára lehet engedni a gyerekeket. Ez nagyon szimpatikus benne, hogy pici, és nem lehet szem előtt éveszteni a gyereket. Én nagyon szívesen beszélgetek, de az, hogy akkor én most oda beüljek az anyukákhoz, és elkezdjek mindenféléről beszélgetni, ezt én ugyannyira nem érzem. És mondjuk egyébként ők se nagyon beszélgetnek velem, szóval szerintem ilyen kölcsönös a távolságtartás, illetve nem távolságtartás, csak én sem megyek úgy oda, meg ők se jönnek oda hozzám, ők beszélgetnek, meg csacsorásznak, meg hihi haha, de szerintem ők így óvodán kívül is szoktak találkozni, meg beszélgetni, meg ilyesmi. Hát én meg nem. Úgyhogy ott az apukák is így összenevettek, meg feldiskurálgattak. Hát Robi megírt egy-két e-mailt, meg dolgozott egy kicsit úgy, meg ilyenek, aztán ennyi. Szóval, hogy így amúgy szerintem mi szeretünk beszélgetni. A Robi is, meg én is, meg így ilyen barátkozósak vagyunk, csak nem tudom. Te meg tudod magyarázni ezt a jelenséget? Nem tudom. Szerintem eleve azért sem, mert amúgy az oldalban, oldalán kívül sem keresünk egy más társaságát. Tehát mondjuk nem is nagyon futunk velük össze, mert az Oliva se azért, mert általában a Norbit úgy hozzuk visszük, hogy nem szoktuk, mert nagyon-nagyon ritkán találkozunk velük, és ott azért azok közül én már nem egyszer, nem kétszer láttam, amikor esetleg pont úgy jött ki, hogy úgy mentem, hogy ugye ők is mentek a gyerekkel, hogy többen vannak ott úgy, akik nagyjából egy időben érkeznek, és ott is leállnak dumálni, eldumálnak valamikor még de egyébként abból is látom, hogy van olyan, hogy amikor én megyek a Norbiért, vagy visszam a Norbit, akkor ők már bent voltak az oldalba, kijöttek, és a kapu előtt még ott trécselnek. Mert mindig rohanunk. Mindig van valami dolgunk, mi egyfajtában megyünk. Csacsogni. Na jó, szóval, hogy igen. Mert amúgy meg, szóval nem vagyunk ellenségesek, meg szerintem nem harapunk, csak velünk úgy nem beszélgetnek. Mindegy, túl vagyunk rajta, Norbi jól érezte magát, ez a lényeg. Próbáltunk is. Ja, és kiderült amúgy, hogy egyik anyuka se találta ki ezt, hanem az óvónéni gondolt egyet, hogy jaj, milyen jó lenne, és ő mondta, hogy mi lenne, hogyha valami meglepetés dallal készülnének a szülők neki, és akkor majd ő jól meglepődik, hát köszönjük. Na mindegy, az egyik apuka hozott gitárt, és akkor oda félrevonultunk, és gitározott, és akkor mi meg énekeltünk.
jó pofa volt egyébként, mert mindenki szétrögte az agyát, szóval, hogy így egy kicsit ilyen kocsmai hangulat, vagy ilyen tábortüzes énekelgetős sztori, tábortűzés pia nélkül, de amúgy minden stimmelt. Mindegy, de hát akkor is égnek állt a hajam, amikor jött a nem is tudom kinek az anyukája, hogy jó, akkor próbálunk, mondom, igen, hát ugye megbeszéltük, hogy jó, megbeszélt, oké, de akkor próbálunk, most komolyan. Én azt hittem, hogy ez csak egy vicc, vagy egy rossz tréfa, vagy nem is tudom micsoda, és akkor amikor felálltak, hogy jó, akkor menjünk, és akkor énekeljünk, akkor így ránéztem róla, hogy de ezek komolyan gondolták, ó, de jó. Oké, jó, akkor menjünk énekelni. De mindegy, úgyhogy akkor ezt a részét is letudtuk. Hát megbeszéltük, hogy csillagszórózunk majd közben, és akkor az elvonja a figyelmet arról, hogy anyáik énekelnek. Volt egy-két gyerek, aki így odatévedt, amikor ott énekeltünk, olyan fejekkel néztek ránk, hogy hú, tudod, ez a tipikus, anya, már megint mit csinálsz fej? Összes gyereknek, úgyhogy majd az óvónéni jól meglepődik rajta. Ez volt a játszóházas Muri. Szerencsére idén már nem lesz több. Szóval remélem, hogy tavaszig most már akkor így kijátszóházasztuk magunkat. Egyébként megígértem a Norbinak, hogy két ünnep között, hogyha Milán engedi, és nem érkezik előbb, akkor két ünnep között még elmegyünk játszóházazni egyet. Úgyhogy majd meglátjuk. Ez volt a Kristóf Szüli napja, mert ez ilyen szállóige lett. Torta nagyon faim volt, nem tudom, hogy melyik cukrászdából jött, vagy hogy miből készült, vagy nem tudom, sima csoki torta volt, de valami eszméletlenül rohadt finom, nagyon-nagyon jó volt. Az volt az est fénypontja, szóval a délutáné, igen, mert ugye fél hétig voltunk, a délután fénypontja volt, fénypontja. Olyan rossz, mert kimondom egymás után háromszor, és már is semmi értelme nincs a szónak. Már vagy ezerszer kimondtam, de még mindig furcsán hangzik. Minden furcsának hangzik, ha elismételed. Tál. 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 De egyébként minden más frankó. Fénypontja. Na mindegy, finom volt a torta, ennyi. Legyen elég, fénypont. Akartam még valamit mondani, de elfelejtettem. Eszembe jutott, hogy mit akartam még mondani. Holnap megyünk laborba. Elvileg ez az utolsó labor a szülés előtt, illetve hát ez az utolsó labor a 9 hónap alatt, vagy nem, hogy mondják, várjál. Ez az utolsó labor, kész. Mi állandóan variálok, és ezért gabajodok bele a dolgaimba, mert állandóan valami nagyon kacifántosan akarom mondani, vagy mit tudom is én, és állandóan belezavarodok. És ezért van az, hogy mindig hülyeségeket beszélek. Na, szóval, megyünk holnap laborba, kész. Most tudta meg Niki, hogy éhgyomóra kell mennie, úgyhogy nem vagyok túl boldog. Most még éjfélig ehetek, meg ihatok, utána meg már csak víz. Fantasztikó. Az Andyból nem tudom, hogy mi lesz még holnap. Kocsonyát kéne volna főzni, jó? Ezt is jól elmondtam. Kéne volna főzni, jó? Majd alakul a holnapi nap, de meg kéne főzni a kocsonyát, mert kívánom az ízét. Ilyen is ritkán van. Többet fog főni, mivel le van fagyasztva a cucc. Úgyhogy ezzel úgy kell kalkulálnom majd. Mert szerintem most én így estére nem fogom kivenni, mert hogyha esetleg mégse tudom megfőzni holnap, akkor meg megromlik, és akkor meg eret vágok. Vagy dish note. Na mindegy. Majd még kitalálom, hogy mi lesz holnap. Hétfő, az biztos. Viszont holnap most már tényleg összerakom a kórházas cuccomat. Első feladat. Meg kitakarítom a fürdőszobát. Második feladat. Ez a kettő biztos. Meg a labor. Három. Aztán, hogy belefér-e még egy kocsonyafőzés is, akkor az még szuperebb lenne, de hát mi meglássuk, hogy mi lesz itt, Móni. De egyébként az is lehet, hogy még holnap el kéne menni vásárolni is. De lehet, hogy majd csak kedden tudunk elmenni vásárolni. Jó, hát én nem tudom. Kizár dolog, mert én nem tudom. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz, de lesz valami. Nyugodjatok meg. Mit akartam még a brownie kapcsán? Kaptam Judithomtól egy nagyon tuti brownie receptet, amit megpróbálok megsütni a napokban valamikor. Úgy is akartam sütni valamit karácsonyra. Ilyen beiglin vagy valami mákos cuccon gondolkoztam, de lehet, hogy maradok a Judithnak a
browniánál, mert hogy a Judittól van, és akkor az biztos, hogy jó lesz. Lehet, hogy ezt megsütöm, viszont mézes kalácsot kell sütnöm még szerdáig, hogy még azt is valahova be kell majd préselni, hétfőre, kedre, nem tudom, mert ugye szerdán lesz majd a karácsonyi műsor, akkor fogunk énekelni. És arra szeretnék sütni. Egyébként azon gondolkoztam, baszki, lehet, hogy trollkodnom kéne, és a másik ilyen üveges brownit megsütöm a karácsonyi műsorra, és tudod, így úgy viszem be, hogy ne vegyék észre, hogy ezt én vittem, és lerakom, és figyelem a reakciókat. És várom, hogy ki mit szól a browniehoz. Nagyon sokan írtátok, hogy sok volt a tej. Én háromszor lemértem mindent, hogy biztos, hogy jó legyen, meg izé, meg hozé. Annyi tej volt a brownie-ba, amennyit írtak. Judit azt mondta, hogy szerinte alapjáraton a recept rossz, ami az üvegen volt. Hát én nem tudom, de egy biztos, nem maradt nyers. Tehát nekem ez volt a furi. Azért, tehát most akármennyire tud sütni, vagy nem tud sütni, azért azt el tudod dönteni, hogyha egy sütemény nyers, vagy nem. Pláne, hogy tűprób, tehát szurkáltam tűvel, mert ugye 30 kötőjel 45 perc volt a papíron, úgyhogy én 30 percnél elkezdtem szurkálgatni, és nézegettem, hogy ragad-e még. De nem maradt nyers, mert az alja, meg a teteje az ilyen piskótás volt, és a közepe meg ilyen kocsonyás. A Robi pont akkor játszott PUBG-zett Dennyvel, és a Danny mondta, hogy van olyan brownie, aminek ilyen az állaga, és amúgy még az állaga még úgy el is ment volna, de az, hogy konkrétan sár íze van a süteménynek, hát ez annyira nem. Úgyhogy majd meglátom, hogy szerdán milyen kedvemben leszek, de lehet, hogy gyorsan összedobom a másikat is, és elviszem a karácsonyi bulira. Én leszek a sütemény troll, majd úgy lesben állok, és lesem a reakciókat. Egyébként illene valami süteményt csinálni, de hát én nem tudok sütni. Úgyhogy lesz nálam egy doboz, aztán mi lesz benne, azt még nem tudom. De lehet, hogy trollkodok egy kicsit, nem tudom. Hallod, Morales? Meg kell gyújtani a harmadik gyertyát a koszorún, hely. A második is kimaradt. Annyira megünnepeltem, hogy meggyújtottam az elsőt, hogy az eszembe volt, hogy a másodikat kihagytam. De most eszembe jutott, hogy a harmadik. Mert hogy jövő héten már rohadtul karácsony van, és rohadtul jön Kevin, meg a fa, meg minden. Még mindig nem tudom egyébként, hogy mit fogok főzni, nehogy azt higgyétek. Mindig bajba vagyok. Azon gondolkoztam egyébként, lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy csinálok a Norbinak paprikás csirkét, mert imádja neki, az a kedvenc, az a favorit. Paprikás csirket tésztával, ja, hát a húsleves az fix, az biztos, az megrendíthetetlen az a húsleves. Azt, hogy most tyúkból, csirkéből, vagy esetleg csontból készül majd-e, azt még kitaláljuk, de ez egy másik sztori. Egyébként szerintem velős csontból fogom csinálni majd, és rakunk bele egy kis disznóhúsit, mert apa nagyon szereti a velőt, és akkor lehet, hogy azt úgy fogjuk majd kivitelezni, az úgyis elrotyog itt magának majd 23-án. Gyerekeknek meg arra gondoltam, hogy sütök tepsibe csirkecombot, mert az egyik tűzhelyen rotyog a leves, a másikon rotyog a paprikás csirke, mellé már nem nagyon fér semmi. Viszont egyszerre meg tudom csinálni a három kaját, csirkecombot, azt a gyerekek nagyon szeretik. Csirkecombokat be tudom rakni a sütőbe, és akkor az ott szépen megsül, amíg megfő a leves, meg a paprikás csirke. Csirkecombhoz csinálok egy kis rizst, vagy krumplit, azt még nem találtam ki. Meg a csirkecombok mellé szerintem igazán be fog férni egy pár darab kacsacomba Robinak. És akkor így mindenki boldog lesz, mindenki azt teszi, amit szeret. Lesz a húsleves, meg lesz háromféle, lesz csirkecomb, lesz kacsacomb, vagy libacomb, amit éppen találunk, meg lesz paprikás csirke, és akkor így mindenki boldog. Én is boldog leszek, szerintem ez lesz. Milyen jó, most ezt így... Most akkor ezt így ki is találtam. Szerintem ez lesz a legjobb. Mert így akkor egyszerre tudok csinálni mindent. Hát úgy egyszerre, hogy sül a csirke, és akkor közben ez. Teljesen pöpec. Tavaly ugye nem volt téma, mert nem nagyon volt a karácsonyi videó. Én igyekszem ezt ebből a hibámból így úgymond tanulván kicsit többet mesélni nektek itt a karácsonyi dolgaimról. Van egy nagyon furcsa karácsonyi hagyomány nálunk a családban.
Nálunk 23-án este van karácsony a szüleimnél. Ez azért alakult így, mert így alakult. Mert így alakították a szüleim. Nem tudom, tehát hogy így volt, régen volt benne valami logika. Igen, az, hogy 24-én szenteste, mindig a nagymamámnál voltunk fent, és úgy, hogy ugye apukámnak a testvére, a keresztapukámék, ők is feljöttek, meg mi, és akkor így együtt, 24-én szenteste együtt evett az egész család, egyébként iszonyatosan szerettem, nagyon-nagyon jó volt, húsleves volt, sűrt csirkecomb, meg hal, meg halászlé, meg minden ilyen terű-terű asztalkám, és valami ultra brutálisan bezabáltunk mindig. És tudjátok, ez a tipikus bezabász, de nagyon, de úgy, hogy már konkrétan a krumplipüré a füleden folyik ki, de még túrod, még eszed, mert nagyon finom. Megjelenik nagy belibben 6 tonna zserbóval, meg hókiflivel, meg mit tudom, mi az Istennel, és ez a, jaj, hát de sütit nem is esztek. De, Teddy, te. Csak ragd le, megesztük azt is. És akkor még azt is beküldöd, és utána kész. Utána a lányok mentek ki a konyhába mosogatni, a férfiak meg horkolási bajnokságot tartottak bent a szobában. Mi meg segítettünk a nagyinak elpakolni. Így teltek a 24-ig. Én összejöttem a Robival, akkor a szenteste az úgy volt, hogy ott is voltunk egy kicsit, meg ugye otthon is, ugye akkor jöttek át a Robinak a gyerekei is karácsonyozni, tehát akkor itt is voltunk, ott is voltunk. Aztán amióta megszületett a Norbi, azóta szenteste az itthon van, meg külön van keresztanyuméknak is, tehát egy kicsit így szétszélettünk a 23-a, ez ilyen nagyon furi a családunkban, de... És soha senki nem érti, amikor azt mondom, hogy nálunk 23-án már karácsony van. 23-án este a szüleimnél szoktunk karácsonyozni, és akkor ott összegyűlünk, és akkor ott van hami, mazsi, meg minden. Jó sokáig ott szoktunk lenni egyébként, mert ugye 25-én akkor szoktunk mi menni a Robi szüleihez, mert a bátyám is a párjával karácsonyozik, szóval, hogy így felnőttünk sajnos ez a helyzet, úgyhogy ez így maradt. Egy eléggé furcsa szokás kereteiben, nem tudom, hogy értitek-e. Minden családban van valami hülye szokás karácsonykor, valahol énekelni kell, valahol kötelező csillagszórózás van, valahol kötelező, mit tudom én, micsoda van, csak együtt lehet fát díszíteni, vagy akármi. Nálunk 23-án van karácsony, nagyon szeretem egyébként, mert senkinél sincs így, tehát lehet, hogy még egy-két embernél van a földkerekségen, de nem egy szokványos dolog. Viszont nekünk akkor van így együtt a család. Úgyhogy 23-án úgy szoktam csinálni, hogy korán reggel felkelek, akkor amit tudok, gyorsan megfőzök 24-ére, és akkor este meg átmegyünk anyujékhoz, akkor ott vagyunk sokáig. Tehát egyébként tavaly karácsonykor... Hova lett a nadrágod amúgy? Mert összekecsöpözted azért? Ja, ezt is néztem. Asztalra. Ott van a széken. És ketchupös lett? Ketchupös lett? Lett? Leittad? Hallod, azt mondja, milyen rendes a gyerek, azt mondja, szépen levette, leitta. Azért vette le, olyan szépen. Szóval hol tartottam? Jó, ott még azt elmesélem, aztán befejeztem, mert a srácok itt megfulladnak mellettem. Tavaly nagyon nagy dili volt, mert iszonyatosan sokáig maradtunk anyujéknál, és én meg mindenféleképpen meg akartam főzni, 24-én már nem vagyok hajlandó főzéssel foglalkozni. Maximum ilyen körettel, tehát én a húslevest meg minden ilyesmit leszoktam tudni 23-án, és tésztát, rizst, krumplit, ilyesmit szoktam maximum 24-én megcsinálni.
Úgyhogy tavaly az volt, kérlek titeket alásan, feldíszítettük a fát a Manóval, 22-én díszítettünk fát, igen, mert addig bírta uraság, 22-én már olyan szinten rágta érte a fülemet, hogy jó, hát mondom, ugyan miért ne? És akkor 22-én feldíszítettük a fát, 23-án voltunk anyukáméknál, és bazi sokáig maradtunk, elment az idő, elbeszélgettük, és éjfélkor álltam neki húslevest főzni, vagy 11-kor raktam oda, nem is tudom, de a fiúk nagyon rendesek voltak, mert segítettek nekem pucolni, meg minden. Norbi is ilyen éjfél körül feküdt le. Nem is volt baj egyébként, mert így legalább 24-én sokáig aludt, és volt időm nekem is egy kicsit itt rendbe rakni a dolgokat. 11 éjfél körül raktam oda a levest, és pöfögött ott a leves, én itt aludtam a kanapén, vártam, hogy kész legyen, és ilyen hajnali 4-5 felé tudtam leszűrni. Jó, mert egyébként kész lettem, és amúgy annyira nem is voltam már fáradt, mert amíg főtt a leves, én itt tudtam aludni mellette, mert tavaly vadas volt, és a vadast azt meg megcsináltam 23-án napközben, igen. Így szoktak ezek nálunk telni, ezek a kis ünnepecskék, 23, 24, 25 a mama, 26-án vendégségbe megyünk, 27-én jön ki elvileg Csabink, és akkor ott van még egy 28-29, 30-án lencsét kell főzni, hogy sok pénzünk legyen, de én szerintem azt már Milánunk nem fogja kivárni. Ez csak úgy érzem, hogy nem fogja kivárni. Yes, what goes on, find you will. Megint majdnem elfelejtettem elköszönni. Megyek, levakarom a sminket még a képemről, aztán húzás föl aludni, mert reggel korán kelés van. Macika már alszik, viszont bazi nyugtalan. Én azt hittem, hogy ő most így kidől, és akkor a reggeli ébresztőig meg se moccan, de most ehhez képest már kétszer így felsírt, meg úgy forgolódik, meg nem tudom. Hát nagyon remélem, hogy nem lesz beteg, mivel most voltunk ugye ebbe a hányós hasmenős izébigyóba. Hát remélem, hogy nem támad meg minket még valami. Úgyhogy ennyi volt a Móka mára. Zárul az Edz család mókatára. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Találkozunk a következő videóban. Nem sokára, hamarosan. Puszi, pacsi. Sziasztok!